Szeretettel köszöntöm a stúdióban Geri Gyulát, akivel még itt nem is találkoztam szerintem, bár már negyedik éve működöm itt a Városi Televíziónál. Úgyhogy különleges alkalom ebből a szempontból, bár közben találkoztunk és beszélgettünk is sok mindenről, de mindig meglepődöm egy kicsit. Most mind töri a fejét éppen? Szép napot kívánok mindenkinek. Hát most a sportvilágában van néhány olyan dolog, ami nehezíti a mi életünket. Egyre több szövetség írja elő, hogy csak védettségi igazolvánnyal játszhatnak a játékosok is, vagy PCR-teszttel. Úgyhogy most éppen a kézilabda világában vannak ilyen kérdések, amit meg kell oldanunk két héten belül. Ugye, mert a Sportváros Nonprofit Kft. Egyesek azt hihetik, de nem csak a focit jelenti, hanem ezen kívül még számos sportágat, mintegy két tucatnyit, ugye? Hát van egy kicsit többet, majdnem három tucatnyi. Három tucatnyi, bocsánat. Egyesület az, aki tartozik most így a látókörünkbe. Igen, és ezek az egyesületek, ha már itt tartunk, gondot jelentenek, követeléseket fogalmaznak meg, vagy segítik is a programok lebonyolítását, vagyis is? Nem, hát gondot egyáltalán nem jelentenek. Részben segítik a programoknak a lebonyolítását. Részben pedig azt kell mondjam, hogy jó hírit viszik Ajkának. És ez az egyik talán legfontosabb, úgymond marketing cikkünk a sport. Ugye, mert nem csak itthon versenyeznek, hanem számos külföldi, nemzetközi és hazai versenyen is részt vesznek, és legutóbb a judósokról olvastam jó híreket, bár ők belföldi sikereket értek el, de például nem, a tánc az nem ez a kategória. Az attól függ, melyik tánc? A rock and roll. Dehogy nem, az is? Sportegyesületek közé soroljuk, és bizony olyan dinamik rock and roll. Így van, nagyon szép. Hát nagyon akkor meg ők nemzetközi porondon is helyet szoktak állni. Így van. Akkor ez a jó hírét viszik Ajkának, ez mindenféle vonatkozásban megáll, ugye? Így van. De most mielőtt elkeverednénk így a sok sportág között, maradjunk a stadion beruházásnál, ugye, ami a legutóbb egy nagy feladatot jelentette, és úgy tudom már le is zárult. Mégis milyen nehézségekkel járt ez a beruházás, azon kívül, hogy nem volt rá korlátlan mennyiségű pénz? Jó, hát a legnagyobb nehézséget mindig ez okozza, de talán annyit kell mondjam, hogy valóban ugye durván három éve készültünk erre az átalakításra. Akkor, amikor ennek nekiálltunk, akkor még előírta az infrastruktúrális szabályzat az, hogy milyen paramétereknek kell megfelelni egy MB2-es labdarúgó klubnak ahhoz, hogy hazai pályán tudja fogadni az ellenfeleket. És hát ugye mi felépítettünk egy koncepciót, hogy mit kívánunk megépíteni. Aztán ezt részben alakítani kellett ahhoz, hogy folyamatosan változott ez az infrastruktúrális szabályzat, hol pozitív, hol pedig nem annyira pozitív irányban. Aztán amikor összejött annyi pénz pályázatokból, önkormányzati önrészből, támogatók által adott pénzből, akkor pedig eljött 2021, amikor nagymértékben elszabadultak hát az építőanyag árak, illetve a munkaerőnek az ára, és a legnagyobb nehézséget ez okozta, hogy meg is feleljünk mindennek, meg is tudjunk csinálni mindent, és határidőre be tudjuk fejezni, ami a legnagyobb kihívás volt. Újra tervezést igényelt, ezek szerint sikerült újra hétről tervezni? Hétről hétre. Igen, nagyon sokat, de sikerült megoldani, és a legnagyobb részben köszönöm is a kollégáimnak és a minden beruházónak ezt, mert egy olyan dolgot tettünk mi Ajkán, amire nagyon büszkék vagyunk, és talán kevesen gondolják, hogy ez mennyire nagy dolog, hogy május 18-án kezdtük el ezt a beruházást, és augusztus 8-án mi egy teljesen újjávarázsolt stadionba játszottuk. Három hónap. Nem egészen három hónap volt, így van, kettő hónap, két hét volt az, és mi játszottuk hazai pályán a mérkőzést, és amire én tényleg a legbüszkébb vagyok ennek kapcsán, hogy nem kellett egyetlen mérkőzésre idegenbe játszanunk. Már pedig néha rezgett a léc. Emlékszem, mikor találkoztunk egyszer, és az MLS-től jött ilyen küldöttség, hogy na, akkor mi lesz? Akkor volt egy kis izgalom, ugye? De végülis mindenek sikerült. Igen, nagyon pozitívan állt mindenki ehhez a beruházáshoz. Egyrészt aki jött és látta, az azt tapasztalta, hogy tényleg jó ütemben haladunk, nagyon racionális kis stadiont építettünk, tehát tényleg a nagyságunknak megfelelő ennek
a stadionnak a mérete, és mindenki nagyon segítőkész volt, és hogyha pont ellátogatás kapcsán mondtuk, hogy ez a hétvégére még meg lesz, és akkor nekünk ezt elhitték, mert látták egyébként, hogy tényleg ott dolgoznak is rajta az emberek. Na, voltak egyéb izgalmak is, azt hiszem az eredményjelző tábla körül például egész történet kerekedett, hogy honnan szerzik be, mennyiért szerzik be, mikor ér ide, mikor vámolják el, és így tovább, kivitelezik ki, és mennyiért. Na hát az volt az egyik olyan sztori, amiben egy kicsit csúsztunk, több okból kifolyólag, de ott is nagyon segítőkész volt mindenki, aki tudott ajkán, tényleg segített. Mára eljutottunk oda, így szeptember végére, hogy egy északi és egy déli eredményjelzővel egyszerre tudjuk mutatni az eredményt, mindig ugyanazt, hát ez is, ami éppen az eredmény, úgyhogy ez egy nagyon klassz dolog. Nagyon, erre is nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon kevés stadionban van két ilyen eredményjelző. Na most a legutóbb a szezon végén arról beszéltünk, hogy Ajka ugye az országban 17., ha úgy nézzük, mert a 12-es NB1-es csapat 5. az NB2-ben, akkor most a szezon, most térjünk kicsit a focira, tehát a tartalmi dolgokra, talán nem úgy indult, ahogy szerették volna, bár meglehetősen erős csapatokkal került szembe a Ajka FC. Igen, azt tudni kell a labdarúgó másodosztályról, hogy ez, tehát az, aki benne van, az érzi is ezt, meg talán aki kevésbé hozzáértő, az is érzi, hogy az utóbbi 5-8 évben folyamatosan erősödik ez az osztály. Gyakorlatilag nincs olyan csapat, akire azt lehetne mondani, hogy ez bármikor bárki legyőzheti. Nekünk nagyon-nagyon rosszul indult az évünk, pocsékul, tehát olyan pocsékul, mint 2 évvel ezelőtt. De nagyon bízunk is a csapatban, ugyanis nagyon jó játékosokat igazoltunk, mind játéktudása, mind emberileg nagyon klassz a keretünk. De tény, hogy az, hogy 10 játékos távozott a stratégiai hibát, egyébként tavaly követtük el, amikor annyi kölcsönjátékos volt a csapatban, az már csak egy klassz dolog volt, hogy nagyon jól is játszottak, így aztán az összes kölcsönjátékost visszavitte az anyaegyesület a szezon végén. Hát megtanultuk azt, hogy ilyet azért nem szabad többet csinálni, mert nagyon, nagyon könnyen bajba kerülhetünk. Így kezdtük el ezt a szezont, ezzel se lett volna baj, sajnos ezeken a dolgokon kívül rengeteg sérülés sújt bennünk, most is ismét 3-an megsérültek tegnap, tehát nagyon-nagyon nehéz a helyzet. De hogy az előző gondolatra is visszatérjek, hogy a hétvégén nyertünk a 3. kerületnél egy viszonylag jó mérkőzésen, viszonylag simán, most ugyanez a 3. kerület a torony magas esésnek kikált, a Diósgyőrbe játszott 1-1-et. Tehát olyan nagyon, tehát nincs olyan csapat, akire azt lehet mondani, hogy hát ez most biztosan meg lehet verni. Ez egy nagyon kemény bajnokság lesz. Úgyhogy hát küzdünk. Igen. És a csapatépítés gondolom folyik tovább, tehát játékosok majd jönnek, meg majd mennek, de megfelelő mozgástere van ebben a klubvezetőnek, hogy megfelelő döntéseket hozzon. Tehát tud-e valami optimizmussal nézni a jövőbe? Csak töretlen optimizmusra nézünk a jövőben. Máshogy ezt nem lehet. Én nekem van egy elképzelésem. A stábból ezt egyeztetjük, hogy hova képzeljük el a csapatot. Mondtam is többször, mi mindig úgy indulunk el a bajnokságba, hogy ezt a bajnokságot szeretnénk megnyerni, mert egyébként nem érdemes elindulni. Nyilván tudjuk azt, hogy hol van a helyünk, vagy hát egy bizonyos idő után ez be is árazódik ez a történet, ami most még nálunk remélem nem történt. Még nagyon a szezon elején vagyunk, tehát bármi történt. Így igaz, 10 forduló telt el, de a játékos állományra visszatérve az augusztus 31-én lezárult. Tehát augusztus 31-ével megvan az a keret, akivel mi dolgozunk május végéig, a bajnokság végéig, és ez egyébként egy nagyon-nagyon jó keret. Uh-huh. Reméljük, hogy ez majd az eredményekben is előbb-utóbb megmutatkozik, legalábbis van rá esély. Most a focit egy kicsit hanyagoljuk. Mi van a többi sportággal, hogy rögtön konkrétumot kérdezzek? Találkoztam múltkor egy atlétával, egy futóval, aki azt mondja, hogy hát az oké, hogy a bányászpályára helyezték át a futópályát, de nem igazán alkalmas még arra, amire szeretnék használni. Lesz itt valamilyen fejlesztés a közeljövőben? Az atlétika az nagyon mostó a körülmények között készül most, tehát részben ők áldozatául estek a stadion rekonstrukciónak, hisz ott megszűnt az a futópálya, ami szinte nem volt egyébként a legalkalmasabb, de
egy 40-50-60 éves tradíció volt ott, hogy az atléták mindig ott készültek. Most igazából véve egy árajánlatban két ütemre bontanám az atlétikával kapcsolatos történetet. Az egyik, hogy jelenleg az árajánlat bekérése van folyamatban, hogy ezt a jelenlegi pályát, igaz, hogy most még csak salakos pályaként, de egy nagyon jó minőségű salakos futópályát alakítsunk ki a volt, mi úgy nevezzük Bányász Center. Ezt így értik az ajtóért. Bányász Center pályán, ez az első ütem. A második ütem pedig az, hisz nekik se egyéb más egyesületeknek a sajnos az öltöző része sincs teljes egészében megoldva, és így a második részben nagyon szeretnénk a részükre is egy öltöző épületet biztosítani. Igen, ez volt valamint, a másik, amit felvetettek, hogy az öltözés nincs megoldva. Igen, azóta megvan oldva, csak ugye akkor így mondanám, hogy az alupája felőli a stadionon belüli öltözőben van megoldva, és innen át kell sétálni mindig az edzésre, de ez még a jobb eset. De tehát, volt szóra, hogy a jégcsarnokban is kapnak valami helyet? Ott igazából véve nincs lehetőségünk öltözött, nincs mozgásterünk, tehát olyan, és a bányász épületben sincs, tehát olyan mennyiségű csapat van jelen pillanatban ezekben a sportágakban, labdarúgásban is, és a jégkorongban is, hogy nem tudunk állandó öltözőt biztosítani, ezt csak az alupályán tudtuk megtenni. Amiben például hátrányban vagyunk, vagy amiben még el vagyunk maradva, az, hogy nagyon egyre többen kérik azt, hogy iskola után kijönnek, még nincs edzés, valahol szeretnének leülni tanulni a diákok, úgyhogy ennek a kialakítása is folyamatban van, két helység is igazából véve erre alkalmas. Félre. Hát most egyelőre a VIP-et vagy a sajtószobát gondoltuk hétközben, délután ott viszonylag kevés a mozgás, vagy a doping szobát, ott négyen le tudnak ülni és tudnak tanulni, vagy fel tudnak készülni a másnapra, addig, amíg az edzés elkezdődik. Miért végigvennénk az összes sportát, csak címszavakban, mi újság a asztali tenisszel például? Ugye volt szóra, hogy épül asztali tenisz csarnok, kell-e az, vagy volt ott most? Az asztali tenisz csarnok, illetve a lőtér fejlesztése egy közös projekt. Mind a kettőre a héten a BMSK kiírt a közbeszerzést, pontosabban talán az asztali tenisz csarnoknál még egy pontosítást kértek, a lőtérre pedig kiírták a közbeszerzési eljárást, úgyhogy mind a két csarnoknak vagy épületnek elkezdődtek úgy az építésnek a folyamatai. Az asztali tenisznél úgy állunk egyébként, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert van a városban két asztali tenisz klub. Hát én általában mindig azon dolgozok, hogy mindenből egy legyen, mert az egyszerűbb, de itt most kettő van. Az Ajkai hogy Bányásznak van egy. Így van egy MB2-es csapata, illetve az Ajkai asztali tenisz klubnak pedig egy extraligás női csapata, és hát Ajkán még ilyen nem volt, most a következő hétvégén lesz egy extraliga forduló itt a sportcsarnokban, ami egy nagyon nagy kihívás lesz itt mindenkinek. De hát az első forduló az nagyon jól sikerült. A csapatnak is két győzelem, egy döntetlen és egy vereséggel zárták a négy mérkőzést, és hát reméljük, hogy ez a forduló is legalább ilyen jó lesz. Én most nem akarok kapkodni, de annyiféle területe van a sportváros non-profit Kft. Tevékenységének is, és a városi sportéletnek is, hogy még azt megkérdezem, hogy a jégcsarnok felavatás, ugye, amit már egyébként használatba vettek korábban, bár ez nem publikus információ, után megnőtt az érdeklődés, vagy pedig már eleve birtokba vették az ajkaiak. Az avatás ugye két-három hete volt. Igen, egyeztettem a kollégáimmal, és úgy azt arról tájékoztatok, hogy a jövő héten péntek-szombat lesz az időpont, amikor mi a közönség korcsél részére is meg tudjuk nyitni a jégcsarnokot, úgyhogy... És mondod, hogy ezen a hétvégén, mert hétfőn kerül adásba a beszélgetés. Akkor ezen a hétvégén igen, kerül majd megnyitásra a csarnok. Be kell szereznünk néhány korcsolyát még, illetve egy korcsolya élező beszerzése van folyamatban, és aztán utána várjuk a korcsolyázni vágyókat. Nem, mintha nem örülnék annak, hogy ilyen rengeteg sportág van a városban, sőt, de meg kell kérdezni, hogy van elég utánpótlás minden területen, mert ugye Ajkán szinte azt választja bárki, amit akar. Még van nagy sportág választó rendezvény, tehát még segítik is ezt a választást.
hogy melyik terület az esetleg, ahol szórványosan akadnak csak jelentkezők, és melyik az, amin szárnyal. Igazából mindenki azzal küzd, hogy kevés a gyerek. Mindenhol van egyébként gyerek, tehát mindenhol ki tudunk állni a csapatokkal, de természetesen, ha egy olyan városban élnénk, vagy Ajkán összesen kettő sportág lenne, és mindenki oda összpontosulna, akkor valószínűleg az edzők, vagy a szakosztályvezetők, vagy az elnökök olyan boldogok lennének, hogy nekik több száz darabra gyerekük van, hogy micsoda fantasztikus, sokan űzik az ő sportágukat. Így jobban szeretjük egy picit, mert mindenki tényleg a közül választhat. Mi van, ez nem mondom, hogy egyedi egyébként az országban, de mindenképpen ritka. Tehát az, hogy ennyi sportág van, és ennyi sportág jól szerepel egyébként az országos versenyeken, az egy nagyon klassz dolog. A másik nagyon klassz dolog, hogy ez a 10 hektáros terület gyakorlatilag egyben van, és nagyon sok sportág tud egy helyen készülni. És még így is, hogy ennyi csarnokunk van, ennyi pályánk van, így is vannak olyan egyesületek, akiknek nem jut. Sajnos nem jut. Ilyen például pont az előbb említett rock'n'rollsok is, akiknek több próbára volna szükségük, nagyobb helyre, de sajnos nincs akkora terem. Ugye egy 14x14 méteres területre volna szükségük, Piroskával beszéltem, és nagyon, nagyon nehezen találni ilyen termet, ami szabad. És ami nagyon nagy nehézség, és ezen dolgoznunk kell, hogy majdnem mindenki délután 3 órától este 7 óráig akar edzést tartani, akkor minden terem szinte fullon van, hétköznap, lassan hétvégén is, délelőtt pedig hát nagyon sok termünk áll üresen. Sok mindenről beszéltünk, a tömegsport rendezvényekről még nem, de most ne is válasszuk ezekkel a nézőket, mert nyilván ez is külön témát érdemelne, de hogy az egészet valahogy keretezzük. Hadd kérdezzem meg, hogy a sportváros koncepció, mint olyan, létezik egyszer, szervezi-e valaki a város sportéletét, vagy távlatosan tervezi-e ezeket a dolgokat, hogy mikor, hová kell több erőforrást biztosítani, mikor, hol kell több programot szervezni esetleg, vagy erőteljesebb marketing munkát kifejteni, hogy van-e ilyen vezérfonal, vagy pedig mindig az kerül előtérbe, ami éppen szembe jön? Nem. Igen, tervezzük ezt. Az első lépés ebbe az elmúlt időszakban ugye a versenysportokat kellett igazából, megvoltak azok szervezve, egy kicsit struktúráltabban működtetni, szervezni. Ezt azt gondolom, hogy majdnem minden egyesületnél tényleg azt gondolom, hogy olyan egyesületi vezetők, kollégák vannak, akik ezt nagyon jó érzékkel teszik, csinálják, és hogyha valaki végignézi az eredményeket, úgy évről évre egyre jobb eredményeket érünk el, nem csak egy, nem csak kettő, hanem tényleg 10-20 sportágba országos szinten. A következő szint az, hogy hogyan tudjuk majd, ami szintén szervezés alatt van és szervezzük, a tömegsportot megszervezni. Részben szervezünk amatőr teke bajnokságot, szervezünk labdarúgó bajnokságot, tervezzük az asztali tenisz csarnokba az asztali tenisz bajnokságot. Éppen holnap fogok Bújtor Balázzsal beszélgetni arról, hogy a cégek részére... Ifjúság és sportbizottság. Igen, elnökével. Igen, hogy a jövő évben tervezzük az ajkai cégek olimpiáját megszervezni, hogy minél több dolgozót tudjunk bevonni majd a sportolásba, és hát nem beszélve arról, hogy persze vannak futóversenyeink is, ahol megvárjuk a futni vágyókat. Elindult egy úgynevezett fitness centerünk szintén a bányászpálya épületébe, ahol pedig azokat a hölgyeket vagy urakat várjuk, akik különböző ilyen zenés, táncos, aerobikos órán szeretnének részt venni. Itt azt hiszem 12 féle foglalkozás van, be lehet jelentkezni, és ott lehet sportolni. Tehát akkor lehetőség van bármire és bárkinek, keresni kell magának egy jó sportegyesületet, és annyit mozog, amennyit csak szeretne. Végülis most ez a helyzet Ajkán. Azt gondolom, hogy igen. Nagy vonalakban igen. Hogy miért csak nagy vonalakban, majd azt később kifejtjük, jó? Köszönöm szépen Geri Gyulának, hogy eljött ide a stúdióba, és remélem, hogy nem kell további 5 évet várni, hogy rajtunk múlik. Köszönöm szépen. Köszönöm.